Engem Sebő Miklósnak hívnak, és én moderáltam a gazdasági ügyekkel foglalkozó szekciót. Ez nyilván egy lehetetlen küldetés. Gyakorlatilag kronológiailag tudnék végigmenni egy-két szempontom. A szekcióban két lépésben tárgyaltuk az anyagot, egyrészt a célok szempontjából, másrészt pedig indikátorok és végrehajtási kérdések szempontjából. A nagyobb vita és a több hozzászólás az a célokhoz érkezett. Előjáróban annyit mondanék, hogy és ez volt nagyjából a várakozásom, hogy a gazdasági fenntarthatóság jelenteti talán a legnagyobb értelmezési problémát ebben az anyagban, mert hogy más területeken azért ez viszonylag jól kialakult. Hát ebből majd lehet, hogy lesz vita. Nekem ez volt a várakozásom, de hát majd a többi szekció beszámolóból kiderül. Ez volt a várakozás legalábbis, és a várakozásnak ebből a szempontból megfeleltünk, ugyanis jellemzően nem szokták a makrogazdasági egyensúlyt feltétlenül egy ilyen fenntarthatósági keretben, magyar szinten is, amit a foglalkoztatás bővítése, az oktatásba való befektetés, a K+F-nek a GDP arányos részarányának a növelése. Tehát, hogy igazából a feszültség az nem feltétlenül a rövid és a hosszú táv, hanem adott esetben a célrendszeren belül merülhet fel. A hozzászólók azok, amennyire én érzékeltem, jelentős részben osztották ezt az aggodalmat, hogy itt lehet valami fajta feszültség. A legjoviálisabb megközelítésben is azt lehet mondani, hogy lenne tartalék a tekintetben, hogy a gazdasági hatékonyságot, a szociális igazságosságot és a környezeti fenntarthatóságot azt egyszerre érvényesítsük. Például a magyar költségvetési keretben olyan támogatások leépítésével, amelyek környezeti értelemben nem fenntarthatóak és igazságtalannak is tűnnek. Ugye itt mindig felmerülhet az, hogy egy támogatás célzása az lehet, hogy többe kerül, mint az általános kiadása, például a jobban élő osztályok szempontjából. Tehát ez mindenképpen felmerült, mint a célok szempontjából egy feszültség. Egy másik irányból lehet a anyagot kritizálni, hogy meglehetősen piackonform a megközelítése, most itt a piacnak a legszűkebb értelmében, tehát úgymond a hatékony piac vagy a liberális piac szempontjából, tehát mondjuk olyan irányzatok, mint a nem növekedés, vagy a gazdasági fejlődés lekapcsolása a szűkös erőforrásokról, tehát ezek a megközelítések, ezek kevésbé nyilvánulnak meg benne. Most én végig kizárólag csak a gazdasági részről beszélek, tehát nem a többi része való összhangjával. És ami viszont megjelenik, az pedig nem fedi le megfelelően vagy teljes mértékben a gazdaság és a fenntarthatóság területét. Így például az, hogy alapvetően a vállalkozások, a vállalkozói innováció, a vállalkozó kedv és a makrogazdasági egyensúly szerepel, mint E4-1 és E4-2 célok kiemelve az anyagban, ezeket legalább egy nagy újabb oszloppal, vagy sorra, ja igen, sorra, most jól mondom az anyag végébe, ki kellene egészítés, ez az állam és a gazdaság viszonya és a gazdaság fejlesztési feladatok. Itt több hozzászóló is azt megfogalmazta, hogy az, hogy az építőipar, a környezettechnológiák, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar úgymond zöldítése, vagy a fenntarthatóság követelményeivel való összehangolása nem jelenik meg kellően az anyagba, az egy probléma, és ezt lehet, hogy ezt már a célok szintjén is kellene kezelni. Van néhány jó indikátor, de ezek nem tartoznak ilyen szinten kiemelt célokhoz, és az anyag gyakorlatilag egyenetlen abból a szempontból, hogy míg mondjuk néhány cél egészen konkrétan ki van dolgozva indikátorig lemenőleg, itt konkrétan a nyugdíjra gondolok, ahol a több változatban is van fenntarthatósági indikátor, addig ilyen alapvető kérdések esetében még a cél kijelölésig se jutottunk el. Tehát ez is egy kritikai irányzat volt. Nem mennék bele nagyon részletekbe, itt viszonylag partikuláris jobbító szándékú javaslatok is elhangoznak, hanem áttérnék ehelyett akkor az indikátorok és a törvény javaslatokkal kapcsolatos felvetésekre, kritikákra. Itt talán a legsúlyosabb, és ez már a felvezető előadásban is megjelent meg a jávon, de tendenciózusan szemben megy azokkal az irányelvekkel, amiket a törvényhozó számára megfogalmaz ez az anyag, és előállhat az a paradox helyzet, hogy ugyanaznap fogadnak el egy olyan csomagot, ami tételesen ellentmond a fenntarthatósági stratégiába szereplő javaslatoknak, és magát a fenntarthatósági stratégiát, és erre valahogyan reflektálni kellene, jelenleg nincsen ilyen gondolkozás az anyagban, vagy amennyire ezt át tudtuk nézni.
És az utolsó dolog, amit kiemelnék, az maguknak az indikátoroknak a szűken vett kérdése. Itt azt említettem, hogy felmerült, hogy kicsit egyenetlen az állomány, és voltak javaslatok, hogy mivel lehet adott esetben kiegészíteni. Itt egyrészt figyelembe kellene venni ágazati indikátorokat, vagy lehetne figyelembe venni ágazati indikátorokat, hogy a nemzetgazdaságon belül konkrét szektorok azok milyen súlyt képviselnek, hogyan történik ezeknek az időbeni alakulása, és néhány a fenntarthatóság szempontjából érzékeny területen mi a helyzet, tehát itt a megújuló energiák aránya az energiahasználaton belül, a közösségi közlekedés aránya a személyszállításon, vagy akár az áruszállításon belül, vagy a bevételi oldalnak az átvizsgálása abból a szempontból, hogy az úgynevezett ökoadók és a fogyasztással kapcsolatos adók azok milyen viszonyban vannak a munkát terhelő járulékokkal. Tehát ezeket az indikátorokat javasolná a grémium bevenni az anyagba. És itt alapvetően nem egy statisztikai probléma van, amennyire ezt a jelenlévők érzékelték, mert hogy a KSH is kiad egy ilyen jelentést, sőt, ez nem a reklám helye, de hogy volt egy olyan módosító indítvány is, hogy a KSH-ban legyen egy külön főosztály, és ezt el is fogadta az országgyűlés. Az, hogy ezzel végül mi lett, azt nem tudom, ezt majd valaki talán elmondja, a Szili mutatja, hogy nem nagyon történt ez ügybe áttörés. Tehát, hogy elvileg ez már nem a statisztikán múlik, mert nagyon jó indikátorok vannak, a jövő nemzedékek indikátorától kezdve, most nem sorolnám végig az elhangzottakat, de hogy ezekből az indikátorokból hogyan lehet konkrét törvényhozási aktusokat generálni, és hogy ezek milyen viszony vannak egymással, az nem tisztázott. Nagyon röviden ennyit mondanék, és hát nyilván aki úgy érzi, hogy valami fontos kimaradt, az szóljon, és akkor beszélünk róla. Hát én is próbálom összefoglalni ezt a környezeti szekciót, amelyben 5-6-an vettünk részt. Az egyik legfontosabb mondani valója ennek a szekciónak, hogy maga a stratégia nem hangsúlyozza ki eléggé, hogy túlhasználtuk a környezetünket. És ezt, mivel a természet maga alapja az egész társadalmi és gazdasági működésnek, sokkal hangsúlyosabban kellene kimondani. Habár megjelennek például az ökoszisztéma szolgáltatásokról adatok magában a stratégiában, de a stratégiának a hangulata ezt nem tükrözi. Nem festi le elég reálisan a helyzetet, olyan értelemben, hogy most riasztó helyzetet kéne lefestenünk. De nem elég riasztó. Itt fölmerült az ökológiai lábnyomnak a használata, vagy annak a kérdése, az eltartó képességgel kapcsolatos ügyek, amit említettem, az ökoszisztéma szolgáltatások, és általában is, hogy milyen a viszonyunk, mint embernek a természethez, túl embercentrikus maga a stratégia, és a természetet, mint önmagában való értéket sokkal jobban kellene szerepeltetnie. Ehhez kapcsolódik a fenntartható használat, az erőforrások fenntartható használata, és itt most a természeti erőforrásokra gondoltunk, beszéltünk a termőföld ügyeiről, az energia ügyeiről, a természetet, a biodiverzitás kérdéseiről, és akár a vízről nem beszéltünk, de hozzátenném ezt is, mint egy elég fontos ilyen erőforrás ügyet, hogy valahogy egy ilyen támpontot kellene adnia ennek a stratégiának, hogy hogyan lehet fenntartható módon használni ezeket az erőforrásokat, és ez adhatna keretet egyébként a többi állami stratégiának, hogy talán nem úgy, hogy az egyes ügyekben, mondjuk energiaügyekben megmondja, hogy mi legyen a célérték, hanem egy szemléletet, egy ilyen keretet, értelmezési keretet ad az erőforrásokon keresztül a különböző stratégiáknak. És akkor, hogy szóba került az is, hogy alapvetően mi a probléma, az, hogy itt a probléma nem is annyira a mi szekciónkban van, hanem a társadalom és a gazdaság ügyeivel kell foglalkozni, hogyha a környezet ügyeire akarunk hatni, ezért itt szívesen átmentünk volna a másik két szekcióba közben egy idő után, de ott maradtunk és beszélgettünk mi magunk ezekről a kérdésekről. Itt a szubszidiaritás kérdése, mint egy pozitívum, ami bent van ebben az anyagban, de sokkal erősebben kellene lennie. A helyi gazdaságfejlesztés, a helyi kereskedelem általában ezeknek az ügyeknek a hangsúlyozása. És a többi hajtóerő, amit jó lenne feszegetni legalább ezeket a kérdéseket, ez az erőforrásoknak a tulajdona.
Én említettem azt, hogy akinek pénze van, az most erőforrásokat vásárol, vannak magyar nagytőkések, ugye úgy hívjuk őket, magyar nagytőkések, akik Zambiában vásárolnak földet például most, vagy Magyarországon. Ez egy kulcskérdés, hogy kinek a kezében lesz a föld használata. Szóval nem véletlenül, hogy mondjuk a napi politika is erről szól, és ez nagyon befolyásolja annak az erőforrásnak a minőségét, mint 30-40-50-100 év múlva. Hogyan lesz? A fogyasztói társadalom kérdésköre, itt a termelői fogyasztói minták ügye előkerült. Beszéltünk egy kicsit a tőke természetéről is, hogy hogy a pénztőkének a természetéből magában adódik-e az, hogy a profit termelésen keresztül a természetnek az ilyen típusú túlhasználata, hogy valahogy ezt is akár feszegetni lehet, vagy megkérdezni benne. És a növekedés kérdéséről is, de ezeket csak megemlítettük, mi nem dolgoztuk ki, mert a másik szekciónak kell kidolgozni ezeket a kérdéseket, és itt a költségcsökkentés, mint a lehetőség, hogy a növekedésre úgymond a gazdaságnak, az államnak szüksége van, de végig kellene gondolni, hogy racionálisan az állami költségeket hogyan lehet csökkenteni azáltal, hogy mondjuk a fenntartható használatot tesszük előtérbe, és ez a politika felé, vagy a társadalom felé is egy ilyen eladhatósági kérdése a stratégiának. És a demokrácia és a részvétel is egy ilyen fontos tényező. Az egyik résztvevő említette, hogy szóval, hogy habár ez egy pozitív vonal a stratégiában szerepel a demokrácia és részvétel, de hogy hogyan lehetne ez tényleg a napi politikában is, akár a stratégia által egy ilyen driverré tenni, vagy hajtóerévé tenni. És akkor néhány ilyen ügy, az ismeretnek a kérdése, szóval ez visszacsatol ahhoz, hogy mit fog tartalmazni a stratégia, hogy hogyan várjuk el a társadalomtól, vagy a döntéshozóktól, hogy helyesen döntsenek, akár mint szavazók, választók, vásárlók, vagy döntéshozók, hogyha nem adjuk meg nekik az ismereteket, akár az erőforrások, vagy a társadalom, vagy a gazdaság ügyeiről. Ez egy fő feladata lehetne a stratégiának, de olyan értelemben kritika is, hogy akkor legyen ilyen értelemben egy diasztóbb ez a stratégia. És ami viszont egy ilyen konstruktív kritikának mondanám, hogy a mintaprojektek kérdéskörét is bele kéne venni a stratégiába, hogy hogyan akár az állam tanított a saját viselkedésén keresztül, vagy pedig ilyen helyi közösségi mintaprojekteken keresztül tanulhat a társadalom ilyen pozitív viselkedési módokat, vagy olyan programokat, amelyek közel vannak a helyi fenntarthatósághoz, és az ismeretek körébe tartozik például egy kutatóintézetnek az ötlete vagy igénye, ami még a fenntarthatóság ügyeivel, vagy a klíma ügyeivel akár összekapcsoltan foglalkozik, ez az intézményrendszerhez utalva. Köszönöm szépen. Van nektek. Amint említettem, Gábor részt vett ezen az összejövetelen, és hallotta azt a csapongó beszélgetést, amit folytattunk. Nehéz összefoglalni, mert hiszen nagyon sokféle vélemény elhangzott, és nem nagyon vitatkoztunk egymással, vagy viszonylag keveset. Tehát aki úgy fogja érezni a megszólalók közül, hogy az ő szempontjára nem tértem ki egyáltalán a vitában, nyugodtan hozza elő. Én inkább csak azokra szeretnék kitérni, amelyek tekintetében többek véleménye egybehangzott, vagy magam is, ha nem is mondtam el, egyetértek velük, és ezért már ketten-hárman legalább egy követ fújunk. Az egyik dilemma az azzal kapcsolatban került elő, hogy mi is ennek a funkciója, és az előkészítés folyamata alapján mi várható attól, hogy ezt elfogadják. Itt két végletes álláspont fogalmazódott meg. Az egyik azt mondta, hogy hát okosabb lett volna valamilyen többpárti konszenzusban előzetesen leszögezni bizonyos minimumokat, és aztán arra építve dolgozni, és akkor nagyobb esélye lenne annak, hogy ez a
stratégia majd konszenzust élvez a parlamentben, és hát ennek szellemében a megvalósítása során is dinamikusan mennek majd előre. A másik azt mondta, hogy hát éppen azért, amiért ez így alakult, két lehetőség van. Vagy ahogy szokták, kínos törvényekkel, szabályokkal, majd 6 képviselő vagy 7 vitatja valamelyik hajnali órákban ezt a dolgot, és nem lesz semmi érdemi vita. Vagy a másik lehetőség, hogy komolyan veszik, elkezdik vitatni, akkor viszont nem lesz konszenzus a parlamentben, mert hogy olyan értékszemléleti különbségek vannak, amelyeket, hogyha alaposan neki kezdenének vitatni, például akár csak a család fogalmának a piszkálgatását, vagy más kérdéseket is, akkor nyilvánvalóan kiderülne, hogy a szemben álló politikai erők között nincsen konszenzus. Egy ehhez a témához kapcsolódó megjegyzés, ami viszont arról szól, hogy hát az élet a problémákat megoldja, tulajdonképpen stratégiák nélkül is. Elhangzott egy példa arra, hogy egy ormánsági kis faluban, ahol 99%-os a cigány népesség aránya, most azt lehet tapasztalni, hogy minden kert be van vetve, és a kiskertekben zöldség-gyümölcs termesztéssel foglalkoznak nyilván a munkanélküli, hátrányos helyzetű, rossz szellemi, lelki állapotú cigány lakók. Bár az is elhangzott, hogy egy katolikus pap is valahogy ott ebben a dologban közreműködött, tehát lehet azt mondani, hogy nincs a dolognak jelentősége, hogy mit rakunk a papírra. Ezzel egybehangzik mondjuk egy olyan megjegyzés, hogy túlságosan elméleti ez a dokumentum, még ahhoz is, hogy majd a képviselőknek a fantáziáját megragadja. Én is csatlakoztam ehhez bizonyos értelemben, hogy igen, talán, ha azt akarjuk, vagy azt akarnák a készítői, hogy a politikában napi szempontok szerint gondolkodó, a kihozható haszon szempontjából gondolkodó emberek fantáziát lássanak benne, azoknak lehet, hogy ki kellett volna, hangsúlyozni kellett volna mondjuk azt, hogy ha a fenntarthatóságot jellemző komplex probléma érzékelés és probléma kezelés szellemében nyúl hozzá mondjuk az egyik nagyon súlyos magyar problémához, a hátrányos helyzetű kistérségekben alulképzett, nagyon rossz egészségi állapotú, tehát a humán tőke és a társadalmi tőke szempontjából is a legrosszabb helyzetben lévő rétegekhez, akkor nagyon hatékonyan tud ezen a helyzeten viszonylag gyorsan változtatni. Míg hogyha nem e komplex szemlélet jegyében nyúl hozzá, hanem egy-egy problémára koncentrál, akkor nagyon reménytelennek tűnik a dolog. Tehát érdemes lenne egy rövid racionalitás gazdasági haszon szempontjából is már politikai értelemben azt mondani politikusoknak, hogy igen, akkor kifejezetten fenntarthatósági szemléletű kistérségi problémák kezelésére indítunk programokat. Ezzel egybehangzik esetleg az a megjegyzés, hogy lehetne ezt kezdeni valamilyen modellkísérletnek a elindításával. Én ezt nem mondtam el ott, de magam is gondolkodtam azon, hogy miért ne lehetne ennek a fenntarthatósági szemléletnek a jegyében egy nagyon komplex eszköz rendszerrel megtámadni a hátrányos helyzetű kistérségek jó néhányát, és viszonylag gyorsan, néhány év alatt fölmutatni azt, hogy milyen csodákat lehet tenni, hogyha nem egy-egy problémához nyúlunk hozzá, nem egészségi problémákhoz csupán, nem foglalkoztatási problémákhoz, nem norma problémákhoz, hanem mindhez egyszerre, eszközrendszerrel, hogy mit lehet akkor, csodákat lehet esetleg tenni, és ezt lehet hasznosítani nagyban is. Egy másik probléma előkerült az, hogy itt készül most egy ilyen nemzeti fenntarthatósági stratégia, de hát közben készülnek mindenféle EU-s szintű programok, ugye, amikben a fenntarthatóságtól megkísértve elhangoznak olyan fogalmak, hogy hát zöld növekedést kell akkor, vagy zöldített növekedést. Tehát hogy lehet komolyan venni ma
mondja egy fenntarthatósági szemléletű stratégia olvasója, készítője azt, hogy az európai döntéshozó szintereken még mindig növekedésről beszélnek. Még ha zöldítik is egyáltalán ezt a növekedést, amikor sokkal nagyobb a probléma, és nem lehetne komolyan növekedésről beszélni, hogyha célul kitűzni, hogyha ezt mi komolyan gondoljuk, hogy fenntarthatóság stratégiájában érzékelt problémákra akarunk választ adni. Többször előkerült az, hogy okosabb lett volna, hogyha, vagy jobb lett volna, hogyha az a hosszú folyamat, aminek eredményeként ez a sajátos magyar helyzet, már a tekintetben, hogy az emberi tőke és a társadalmi tőke leromlottsága szempontjából különleges helyzetünk van, hogy ez előállt. Tehát jobban megértenénk, hogy mivel kell dolgoznunk, ha látnánk azt a 30-60 nem tudom hány évtizedes folyamatot, ami emögött ott van. Jobban tudnánk, hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni. Aztán ugye nem említettem az előbb, amikor azt mondtam, hogy van, aki azt mondja, hogy nincs jelentőség annak, hogy stratégiát létrehozunk. Egy másik álláspont azt mondja, hogy hát igen, ha nem rendelünk hozzá nagyon világos indikátorokat, számonkérési mechanizmust, stb., akkor nincs a dolognak értelme, és mondja, radikálisnak kéne lenni e tekintetben, és azt kellene évre a költségvetés elfogadás akkor nagyon világos legyen, hogy milyen intézkedés, jogszabály milyen hatással lenne a fenntarthatósági szempontokra, hogy legyen az érzékletes azoknak, akik döntést hoznak, hogy miről beszélnek. Hogyha nem tud olyan helyzetbe jutni a költségvetést elfogadó országgyűlés, hogy ezt ilyen világosan számokra is le tudja bontani, hát akkor hogyan lehet komolyan venni azt, hogy itt radikális változás lesz. Sok más apró megjegyzés is volt, ebben a körben talán ennyit. Ha valaki úgy érzi, hogy az ő fontos szempontja nem hangzott el, akkor legyen kedves, majd a vitában erősítsen. Köszönöm. Köszönöm szépen mindhármatoknak, és Gábor, van még egy pár perc 5 óráig. Szerintem legbölcsebb az lenne, ha neked adnánk meg a szót, hogy tudjál ezekkel reflektálni. Köszönöm szépen a szót. Először is elnézést kérek, hogy hamarosan el kell mennem, nem meccset nézni rohanok el, hanem 17:30 egy másik programom van. És Európa Liga döntő lesz majd késő este. De te nem szerepelsz rajta. Nem szerepelek rajta a futball rajongók nagy megelégedésére. Tehát néhány, nem tudok minden hozzászólásra természetesen reagálni. Azt gondolom, hogy a mai beszélgetés vita jól tükrözi azt a helyzetet, amit én, mint egyetemi ember gyakorta megélek különböző kutatási projektek vagy doktori disszertációk végénél, amikor azt mondjuk egymásnak, hogy ugye nem befejeztük a kérdésnek a vizsgálatát, csak abba hagytuk. Tehát, hogy mindig ugye eljön egy idő, amikor a kutatási jelentés végére pontot kell tenni, vagy le kell adni a disszertációt. Nyilván ez a stratégiával is ez a helyzet, és ezért is hangsúlyoztam az elején, hogy igyekeztünk fenntartani a lehetőséget, hogy viszonylag már korán hozzá lehessen nyúlni és módosítani is lehessen, hiszen látszik, hogy ez csak egy pillanatfelvétel lesz egy gondolkodási folyamatnak az elején, hogy hogyan lehet ezt a fenntarthatósági átmenetet megvalósítani. A maga az NFFT is tovább gondol bizonyos kérdéseket, tehát itt szóba került a gazdasági rendszerrel kapcsolatban ugye az alternatív gazdaságpolitikai megfontolások, a nem növekedés, degrowth elméletnek a kérdése. Mi ebben úgy láttuk, hogy jelenleg se pró, se kontra nem lehet megnyugtatóan állást foglalni, tehát nincs széleskörű konszenzus sem a progrossznak a minden kritika nélküli továbbvitele mellett, de még azt sem tudjuk elfogadni, hogy a degrowth-nak a hívei mindent bebizonyítottak és megnyugtatóan rendeztek. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a stratégia egy egrowth stratégia, tehát hogy a növekedés kérdés
körét se pró, se kontra nem kívánja középpontba helyezni, hanem azt mondja, hogy ezt a kérdést vizsgálni kell. Az NFFT-hez úgy járul hozzá, hogy egy kutatási programot kezdtünk, hogy bizonyos kérdésköröket szisztematikusan megkívánunk vizsgálni ebből a DIGROSZ szemszögből. Az első kutatás a foglalkoztatás kapcsán már folyik, és azt gondoljuk, hogy ennek lesz folyománya, tehát workshopok, konferenciák, további kutatások. Tehát bizonyos kérdésekről gondolkodni kell előbb, és utána lehet bizonyos megfogalmazásokat, célkijelöléseket, intézkedéseket mondjuk egy nemzeti konszenzust igénylő programba beírni. Tehát, és számos ilyen terület van még, nem csak a DIGROSZ-nak a kérdése, hanem további kérdések. Ide tartozik az indikátor. Mi egy jóval, hogy mondjam, kevésbé elméletieskedő, vagy ilyen célkijelölős, hanem jóval inkább az indikátorokat használatba vévő stratégia volt a hipotézisünk, amikor 2010 végén, 2011 elején ezt elkezdtük írni. Tehát az én hipotézisem az volt, hogy ugye mintaként vettem az adósságkorlátot. Ugye az közgazdasági szempontból ugyan vitatható, hogy az 50% az megfelelő célértéke, de a logika maga, a gondolkodás logikája az egy mintaértékű volt, hogy van egy fenntarthatósági probléma, azt tudjuk mérni egy indikátorral, tudunk kijelölni hozzá egy célértéket, itt most az államadósság kapcsán az 50%-ot, és tudunk hozzá rendelni intézményt, mondjuk egy hatékony költségvetési tanácsot vagy bármit, ami közbe tud lépni, hogyha az indikátor értéke túllép a célértéken. És azt gondoltuk, hogy ha más fenntarthatósági területen ennek a logikai mintájára ugyanezt meg tudjuk csinálni. Tehát látjuk, hogy súlyos probléma a biológiailag aktív felületeknek a fogyasztása Magyarországon. Tehát mindent leaszfaltozunk, meg lebetonozunk, meg stb. Hihetetlen, hogy a rendszerváltás óta milyen mértékben növekedett a beépítés Magyarországon, illetve fogyasztottuk a biológiailag aktív területeket. Erre még van mutatónk is. De akkor pontosan milyen indikátort rendeljünk hozzá? Egy agregált indikátort, vagy kell nézni a területi különbségeket? És akkor hány százalékos beépítettségeknél, és kicsoda milyen korlátokat fog? Tehát láttuk, hogy ennek a logikának a következetes végigvitel egy egyéves munkában, hiszen így is túlléptük a határidőt, mert az országgyűlési határozat, ami bennünket kötelez, elvileg tavalyra rendelte volna a stratégiának az előterjesztését, tehát már egy éve be kellett volna nyújtani tulajdonképpen. Az teljesen irreális volt, de lehet látni, hogy még ha egy évvel kitoltuk a határidőt, akkor sem tudtunk minden kérdést megoldani. Tehát nyilván szükség van a gondolkodási folyamatnak a tovább görgetésére is, és semmiképpen sem lehet azt hinni, hogy egy keretstratégia minden kérdést rendez ezen a területen. A sok hozzászólás fogalmazta meg, hogy jó-jó lesz egy akár még, mondjuk tegyük fel azt, hogy jól megfogalmazott keretstratégia is, de mit ér mindez megvalósítás nélkül? Ugye a Mephistónak az utolsó jelenete jut eszembe, és Hendrik Höfgennel együtt nem azt mondom, hogy én csak egy színész vagyok, hanem azt kell mondom, hogy én csak az NFFT titkára vagyok, tehát nem vagyok a kormánynak sem tagja, sem alkalmazottja, az NFFT az országgyűlésnek az intézménye, nem a kormányé, tehát nyilvánvaló nem tudjuk garantálni a megvalósítást. Tehát ezt a kérdést, hogy adott esetben egy országgyűlés által elfogadott keretstratégia, koncepció hogyan érvényesül, ezt a kérdést a kormányzat tagjainak kell föltenni. Annyiban én remélkedek, hogy mi taktikáztunk, tehát szisztematikusan hozzáigazítottuk ennek a koncepciónak a nevét és tartalmát a nemrég elfogadott kormányhatározathoz, ami a kormányzati stratégiai irányításról szól. Tehát azért is lett koncepció, mert ennek a dokumentumnak a tartalma mindenben megfelel annak a hosszú távú koncepció elnevezésű dokumentumnak, ami a kormányhatározatban szerepel. És a kormányhatározat leírja az elején, hogy ezeket hogy kell érvényesíteni. Tehát azt gondolom, hogy bízva a magyar demokrácia állapotának legalább egy alap szintjében, azt kell gondolni, hogy ha a kormány saját magára hoz egy határozatot, akkor az abban foglaltakat teljesíteni fogja. Tehát ha van egy koncepció, aminek a bizonyos megvalósítását elrendeli,
a saját határozatában, hogy akkor ezt valóban próbálja majd követni. Természetesen azt kell gondolnom, hogy minden olyan szervezetnek, aminek van nyomásgyakorló funkciója, akár az NFFT-nek a továbbiakban, akár egy civil szervezetnek, akár gazdasági kamerának, bárki, aki érdekelt abban, hogy ez a koncepció valóban teljesüljön, nyilván van szerepe arra, hogy a döntéshozókat folyamatosan emlékeztesse, hogy mi a jogi helyzet, illetve hogy számosan várják a megvalósulást. Tehát nyilván az NFFT is mindent meg fog tenni a maga hatókörében a koncepció érvényesítéséért, de hát nyilván nem csak rajtunk áll a dolog. Az bármit beleírhatunk a koncepcióba, azzal nem lehet biztosítani a tényleges végrehajtást, az a kormányzaton, illetve más szereplőkön is múlik. Ami a egyensúlyt illeti, ugye nagyon érdekes volt, mert a szekcióban, Ági hova kiment közben, ugye elhangzott, hogy a koncepció az túlságosan is a gazdasági és természeti erőforrásokat taglalja, és elhanyagolja a humán társadalmi szempontot. Még ugye Istvántól az előbb azt hallottuk, hogy a természeti szekcióban meg ennek tulajdonképpen pont az ellenkezőjét fogalmazták meg, és ugye én több fórumon részt vettem, az egy jellemző dolog, hogy mindenki a saját szakterületének a súlyát hiányolja. Az OKT-ban Páldi Anna meglehetősen vehemensen kritizálta, hogy a környezetegészségügyi vonatkozások nem olyan súllyal szerepelnek, és így tovább. Tehát lehet sorolni, hogy természetesen mindenki a saját szívéhez közel álló területet kis súllyal érzékeli ebben a stratégiában. Az nyilvánvaló, ez persze nem magyarázat arra, hogy akkor most biztosan minden a helyén van, tehát ezt nem állítanám, de nagyon nehéz kiegyensúlyozni, mert ha valaki mond valamit, akkor én szépen beírom, egy kicsit nagyobb súlyt adok, a más meg azt mondja, hogy na, ez most az ellenkező irányba billent el, tehát ez egy eléggé sziszifuszi munka, ilyen sok részterületet egyensúlyba hozni. A gazdasági szekción belül ennek a részproblémának igazat adnék, tehát valóban a gazdasági erőforrások fejezettel nagyon sokat kínlódtunk, nagyon sok kritika fogalmazódott meg, hogy mi tartozzon oda, meg nem. Ezt a kritikát én, hogy a gazdaságfejlesztés adott esetben kisebb súllyal szerepe elfogadom, hát nyilván holnapig nem fogom tudni megoldani. Én azt javaslom, hogy keressenek szövetségest a pártokban, tehát ugye van a Magyar Szocialista Pártól szakértő, van LMP-s képviselő, hogy bizonyos ilyen módosító javaslatokat egy-egy parlamenti frakció, vagy parlamenti frakciókon átnyúló érdekkoalíció képviselői csoportok vállaljanak fel, és adjanak be módosító indítványként, vagy amit itt most nem lehet megoldani, a következő felülvizsgálatkor természetesen ki lehet egyensúlyozni. A szöveg alakult a legutóbbi napokban is, tehát szerintem ahhoz a változathoz képest, amit önök megismertek, bizonyos problémákat már kezeltünk, vagy megpróbáltunk kezelni. Amit István mondott, hogy a bizonyos nem fenntartható folyamatokra nem hívja fel az anyag eléggé jól, markánsan a figyelmet, holott számos adat később szerepel. Ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy a rövid változatban, ami az országgyűlési határozat melléklete lesz, rögtön a bevezető két oldal után következik egy önálló fejezetként egy olyan két oldalas megfogalmazás, ami kifejezetten összefoglalja ezt a globális kihívást. Tehát, hogy másfél bolygónyi erőforrást használunk el, hogy nem csak, hogy a várható 9 milliárd, hanem a ma élő 7 milliárd ember számára sem lehet ilyen módon használni az erőforrásokat, mert ez teljesen biztos, hogy kimerítjük azokat. Tehát, hogy ez a figyelemfelhívás, ez a fajta ilyen óvatos riadóztatás, ez az anyag elején egy önálló második fejezetben reményeink szerint meg fog jelenni. Nyilván itt is vita van abban, hogy mennyire élénk színekkel kell ezt ecsetelni, tehát hogy mennyire ténylegesen súlyos a helyzet, és hogy ezt milyen sötét színekkel kell lefesteni. Más dolgokban meg nagyon sok olyan dolgot hallottam, amivel magam egyetértek, és azt is hiszem, hogy egyébként benne van az anyagban, csak legfeljebb megint nem olyan súllyal, tehát például a szekciónkban elhangzott, hogy ugye nem foglalkozunk azzal, hogy koncentráltan egy területen sok szektor vagy ágazati politika
eszközeit felhasználva oldjunk meg valamit, holott a T2-10 intézkedés az pont erről szól, hogy a leszakadó térségekben célzottan, de használva az egészségpolitika, az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika eszközeit kell koncentráltan megoldani problémákat. Tehát nyilván ezt is lehetne hosszabban ecsetelni, nem egy hosszú bekezdésben, hanem fél oldalakban, de ugye megint az jön, hogy akkor meg egy-egy intézkedés lesz nagyon sok, és akkor hosszú lesz a szöveg, és az is elvárás volt, hogy ne legyen túl hosszú. Tehát ugye bizonyos, soha fel nem oldható elvárásokat támasztottak magával a keretstratégiával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy talán sikerült javítani a 2007-es stratégiához képest, tehát hogyha valóban akarják használni, tehát a politika akarja használni ezt a keretstratégiát olyan módon, hogy az általános célokat, elveket meghatároz, és akkor ezeket próbáljuk érvényesíteni a szakpolitikákban, akkor talán több fogódzót ad, vagy progresszívebb is, mint a 2007-es volt, ami ugye egy klasszikus ilyen agregált ágazati keretstratégia volt, de nyilván ugye messze nem a tökéletes, tehát hogy úgy is képzeljük el, hogy így mozaikokat rakunk egymáshoz, tehát hogy ez egy ilyen állandó fejlesztést, vagy állandó tovább gondolást igénylő terület egyébként, és ehhez azt gondolom, hogy az NFFT, hogyha a továbbiakban is nála pattog a labda, tehát továbbra is a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács lesz felelős azért, hogy a Nemzeti Fenntarthatósági Keretstratégiát, koncepciót gondozza, akkor az NFFT mindig is nyitott lesz az ilyenfajta javaslatokra, együtt gondolkodásra, és én csak azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag ugyan az NFFT május 16-án szavazni fog erről a dokumentumról, majd az országgyűlés elé kerül, és mondjuk valamikor ebben az évben az országgyűlés is tárgyalni fogja, de nyilván ez a kérdéskörnek a vizsgálata nem ér véget december 31-én, hanem január 1-én újra lehet kezdeni a felkészülés tulajdonképpen a következő stratégiának a megírására, és hogyha ezt észben tartjuk, és nem az utolsó pillanatban kezdünk el adott esetben felkészülni, tehát nyilván most volt egy 2 éves folyamat, amiben igyekeztünk szakmai műhelyeket is, meg társadalmi egyeztetéseket is lebonyolítani, de nyilván nem tudtunk becsatornázni minden használható véleményt, de egy következő folyamatban, ami hiányossága ennek az anyagnak, az azt gondolom, hogy pótolható. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és az együttműködést, hogy ilyen körben is ezekről a kérdésekről beszélgettünk, és megint sok mindent sikerült magamnak feljegyezni. Köszönjük, Gábor, és akkor téged elengedünk, mert mint tudjuk, meccs lesz. Körülbelül 6 óráig maradhatunk, úgy tudom, a Hunzházban, és nem tudom, hogy ki mennyi időt tud még erre a témára rászállni. Egy biztos, hogy a világ összes ideje nem elég ahhoz, hogy ezekről a kérdésekről eleget tudjunk beszélni, és pláne konszenzusra tudjunk jutni. Rengeteg szálon el lehetne indítani ezt a kötetlen beszélgetést, de én arra gondoltam, hogy próbálom egy kicsit óvatosan megjeleníteni mondjuk azokat az érveket, amiket a Gyula Iván szokott ezeken a fórumokon és a tanácsüléseken mindig elmondani. Ő sajnos most nem tudott eljönni, mert Gömörszölősön van valami hasonló kurzus, ahol ő a főcsővezető, de ő az egyik legkomolyabb opozíció abból a szempontból, hogy azt szokta hangsúlyozni, hogy nem jelenik meg elég markánsan a szövegben az, hogy a jelen növekedési paradigmában nem oldhatóak meg a fenntarthatósági kérdések, hogy amíg nem változtatunk globálisan is és lokálisan is az igényeinken, amíg nem vagyunk képesek lemondani bizonyos javakról, amit mostanáig magunkhoz vettünk, és ezáltal kiaknáztuk az erőforrásokat, és nem csak a természeti erőforrásokról beszélek, hanem a többiről is,
addig nem lehet fenntarthatóságról beszélni. Ugye tőle tudjuk azt is, hogy olyan, hogy fenntartható növekedés, ez régen nincsen, ezt már lassan mindenki belátja, de ő azt gondolja, hogy ebben a mostani paradigmában fenntartható fejlődés sincsen. Tehát amíg 1,6 vagy nem is tudom mennyi bolygót használunk, ezt is ő szokta mondani, tehát amíg az ökológiai lábnyomunk itt Európában is jóval nagyobb, mint az eltartó képesség vagy a biológiai kapacitás, addig ne is álmodjunk fenntartható folyamatokról. Európa sok tekintetben előjár a fenntarthatósági gondolkodásban legalábbis, hogyha a Föld többi régióját nézzük, vagy Amerikával, vagy Kínával, vagy a úgynevezett fejlődő térségekről gondolkodunk. De ezzel együtt most lesz ugye nyáron ez a Rio plusz 20 konferencia, és ott valamiféle közös európai érdekeket kellene megjeleníteni. És hallottuk a múltkor az akadémia, hogy egyrészt ilyenek nincsenek, másrészt meg a nemzetállami törekvések nem is igen fognak ott majd megjelenni, valamilyen közös európai részvétel lesz ezeken a vitákon. De minden esetre nincsen az emberiségnek, mint olyan, válasza a globális folyamatokra. 20 évvel ezelőtt Rióban sem voltak igaziak, és eltelt 20 év, és nem sikerült semmiféle területen áttörést elérni, és nyilván sokkal messzebb vagyunk a fenntarthatósági célkitűzésektől, mint 20 évvel ezelőtt voltunk. Azóta nagyon sok minden történt a világban, a világgazdaságban, de minden esetre nem jutottunk közelebb ahhoz, hogy az emberi társadalom és a úgymond bioszféra kapcsolata normalizálódott volna. Én ezen a szálon indítanám el a beszélgetést, és akkor a Gyula Iván itt lenne biztos azt kérdezni, hogy hogyan lehet meghaladni ezt a undok növekedési paradigmát, ami, és akkor persze itt jönne az, hogy ne legyen kamat se, ne legyen pénz se, ne legyen kapitalizmus se. De nyilvánvaló, ezeket nem lehet beleírni egy ilyen keres stratégiába, hiszen elemi esély sem lenne rá, hogy ez egyáltalán bekerülhetne a parlament elé, és lehetne valami érdemi társadalmi vitát erről folytatni. De minden esetre lássuk be, hogy van egy ilyenfajta gondolkodás, nem is mondanám, hogy ez nem legitim, nagyon is komoly létjogosultsága van, és nagyon is az alapokat kaparásza. Az a kérdés, hogy a jelenlegi növekedési paradigmában lehet-e fenntarthatóságról beszélni. És akkor kérdés, hogy továbbra is mikrofonba kell itt mindenkinek beszélni? És ezt hogy oldjuk meg földrajzilag? Ide jön, aki beszél. Lehet menni a mikrofonnal hogy van-e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40. Köszönöm szépen, Kapcsi. Ezért be azt a drót nélküli mikrofont. Hogyha pedig úgy gondoljátok, hogy ne ezen a szálon beszélgessünk, hanem egy másikon, azt is mondjátok, én bármire nyitott vagyok, és nekem bármilyen gondolat nagyon nagy segítséget jelent majd a majdani parlamenti vitában, ha tényleg ilyen lesz. Köszönöm, csak egészen röviden. Igazából nem tudok arra a kérdésre válaszolni, hogy a növekedési paradigmán belül vagy kívül van-e megoldás. Már csak azért sem, mert sok minden attól függ, hogy mit értünk növekedésen. Hogyha csak pénzügyi növekedésről beszélünk, akkor esetleg elképzelhető, de hogyha materiális dolgoknak a növekedéséről van szó, akkor valószínűleg nincsen megoldás ezen a paradigmán belül. De úgy gondolom, hogy amikor fenntarthatóságról van szó, akkor azt kell megnézni, hogy mi az, amit fenn akarunk tartani, és mi az a szint, ami valójában fenntartható. És most hadd hozzak egy példát, vagy kettőt a természetből. Az egyik mondjuk a emlős állatoknak a növekedésével kapcsolatos. Ugye amikor megszületünk, akkor kezdünk növekedni, aztán elérünk egy szintet, és akkor onnantól kezdve nem növekszünk tovább, és a természet lekorlátozza a növekedésünket, mert nem volna fenntartható a növekedés. A másik példa szintén a természetből való, illetve az erdőgazdálkodásból való. Ugye ez a szakma már meglehetősen régi, a
fa kitermelés, hogy most így leegyszerűsítsem. És talán ez volt az egyik első olyan szakma, amelyiken belül nyilvánvalóvá vált, hogy a folyamatos növekedés, a folyamatos kitermelés a fáknak, az nem fenntartható. Ugye elfogytak az erdők, eltűntek az erdők, és ez a szakma kialakította azt az indikátort, amit állandóan figyel. Nagyon egyszerű a dolog, annyi fát lehet kivágni, amennyi megterem. Na most hasonló dolgot tudnék én elképzelni úgy általában a fenntarthatóság más területein is. Tehát addig érj, tehát addig szabad nyújtózkodni, ameddig a takarója ér az embernek. Ez ugye népi bölcsesség szintjén is már megnyilvánul. És ugyanilyen indikátorokat a pénzvilágban is ki lehet találni. Milyen érdekes, hogyha kamatos kamatszámítás van, az ember az iskolában nem jól számítja ki a példának az eredményét, akkor elégtelen kap. Amikor pedig lakáshitelt vagy állami hitelt kell fölvenni, akkor mégse sikerülnek ezek a számítások. Pedig a dolog sok esetben tulajdonképpen ilyen egyszerű, kell keresni egy indikátort, aminek a szintjéről meg vagyunk győződve, hogy fenntartható, és ahhoz kell tartanunk magunkat. Más esetekben nem ilyen könnyű indikátort találni, és hát ez az egyik probléma ebben a stratégiában is. Az egy komoly feladat lenne szerintem társadalom szintjén, hogy ilyen indikátoroknak a keresésével, kidolgozásával, és aztán majd az ellenőrzésével, értékelésével foglalkozni. Nem akarok én túl sokat beszélni, csak ez jutott eszembe. Köszönöm szépen. Hát itt két gondolat ehhez, de igazából ilyen work in progress, tehát ilyen hangosan gondolkodom inkább. Érdekes, hogy pont az Ivánt említetted, mert pont a múltkorában volt egy energiapolitikai beszélgetés, ahol talán a Bence vagy a Kadergyák Péter említette, hogy ez a 100% megújuló jövőkép, ez tulajdonképpen 2-3 generáción belül valóra válhat, és konkrétan a napenergiának a hasznosításával megoldódhat az, hogy nem mondom, hogy gyakorlatilag korlátlan, de a jelenlegi igényeket, vagy a jövőbeni népesség, egy 9 milliárdos népességnek egy normál fogyasztás igényeit, ezt ki tudja elégíteni fenntartható módon. És erre azt mondta az Iván, hogy ez részint nem lesz igaz, de részint pedig, ha igaz lenne, nem lenne jó, mert akkor tragédia lenne, mert akkor annyira ebbe a fenntartható a növekedési spirálba kerülnénk. És ez így elgondolkoztatott, mert ezt így nagyon gyakran látom magunkon itt zöldeken, hogy kicsit, mintha ellenérdekelté válnánk érzelmileg, vagy pszichológailag a fenntartható fejlődés megoldásának a találásába. Van egy ilyen büntető attitűd, vagy hogy most rossz úton jártok, és majd jól ráfáztok. Hogy de úgyse lesz. És szerintem ez nem feltétlen előremutató, vagy így jó szerintem itt tetten érni magunkat, ha ebbe esünk. A fenntarthatóságnak konkrétan a legnagyobb problémája jelenleg az energiatermelés és az energiahasználat, és tényleg most úgy tűnik, hogy ezt lehet, hogy meg lehet oldani. Lehet, hogy a jelenleginél magasabb árszinten, ami egy alacsonyabb fogyasztást fog eredményezni, ami hála Istennek. De mi van akkor, hogyha például az energia kérdésében meg tudjuk oldani? Nekem szöget ütött a fejembe, amit a Gábor mondott, ez az agrósz, tehát ilyen mint semlegesítő képző, növekedés semleges hozzáállás. Nekem ez nagyon szimpatikus, hogy elsőre, hogy ne legyünk rabjává, tehát nem mondjuk azt, hogy szükségünk van egy növekedésre, azt sem mondjuk, hogy ez ördögtől való, mert büntetni kell magunkat, hanem nézzük meg, hogy ez hol akadály, hol nem. Hol lesz korlát, hol nem, hol oldhatjuk meg, és hol nem. Ez az egyik gondolatom erre, hogy kicsit egy ilyen érzelmileg nagyobb távolságot téve próbáljunk ezzel foglalkozni. Viszont a másik pedig abban, hogy önkorlátozásra van szüksége a népesség egy részének, amelyhez jelenleg mi is tartozunk. Ugye teljes Magyarország ahhoz a 20%-hoz tartozik, ami az erőforrások 83%-át használja.
arra, hogy lesz önkorlátozásra szükség és egy ilyen átrendeződésre, arra szerintem a fenntarthatóságon kívül a társadalmi igazságosság viszont tényleges imperatívuszt ad, vagy kényszerítő erőt jelent, vagy legalábbis egy morális kényszert, és ez szerintem mai nap már így van, mert az, hogy egy közösség által megtervezett javakat milyen arányban osztjuk el, és az erős sorrend alján levők ebben hogyan részesednek, ma Magyarországon legális 8 órai munkáért 72 ezer nettót kapni, és azt hiszem, amiben egyen tudunk érteni, hogy ez jóval a társadalmi minimum alatt van. És azon gondolkozni, hogy ha elismerjük ezeknek az embereknek a munkáját, hogy ez szükséges a közösség egészéhez, akkor hogyan lehet egy mondjuk 130 vagy 150 ezer forint nettó fizetésthez jutni embereknek, ha dolgoznak 8 órát. Én szerintem ez egy izgalmasabb probléma, mert én ezt nem látom, én ezt nagyobb, nehezebben megoldhatónak látom. És hogy bele fogunk futni ilyen értelemben egy önkorlátozó, vagy egy paradigmaváltó, vagy ilyen nagyon nagy morális kérdéseket fenyegető problémába, de szerintem ebben már belefutottunk. És a fenntarthatóság megoldása az az egyik, de a társadalmi, nem is igazságosság, de egy minimális társadalmi méltányosság megoldása az még ott van, és az legalább olyan nagy feladat. Pár gondolatot, én is egy ilyen hangosan gondolkodom dologban, hogy tehát én is, amikor elkezdtem ezt, először kezdtem én is, mint koromnál fogva a filozófiai tanulmányaimért valahol ott a marxizmusban, utána az ember megismert más irányzatokat, környezetvédő lett, Ivánt hallgatta, Erich Frommot olvasta, és tehát én is valahogy ehhez a gondolatmenethez csatlakoznék, hogy lassan meg kéne szerintem haladni ezt a fenntartható társadalmat, mert itt tehát az emberek számára nem ez a kérdés, hanem inkább az, hogy emberközpontú társadalmat. Tehát ahol az emberek elsősorban tudnak, tehát azt az ismeretet meg tudják szerezni az előző generációtól, amivel föl tudnak építeni kellemesen egy energia önellátó házat, egy életvezetést el tudnak sajátítani, ami boldoggá teszi őket, a legnagyobb részt idejüket a családdal és a családprogrammal dolgoznak, vagy foglalkoznak, és nem legnagyobb részben a munkával és ébérért töltik az időt. Mert én a legnagyobb problémát én most is itt látom, hogy az embereknek, tehát az alapvető, a társadalom alapvető egysége a családban a legkevesebb időt tölti. Mert most én azt nem tartom közös időnek, hogy közösen egy légtérben fenntartjuk az életünket, mert az nem családi program, az mindenki valahol megszáll, valahol megétkezik, megmosdik, de a családra, hogy elmenjen kirándulni, vagy elmenjen csak egyszerűen leüljön egy közös tevékenységet folytatni a tévénézésen kívül, erre már nagyon kevés idő maradt. És ez, tehát a társadalom nagy részének ez a legnagyobb problémája. Én azt vallom, most az Ivánt, most visszatérve erre a problémára, hogy nem fog megvalósulni, ebben annak ellenére, hogy én is vallom, hogy nagy tartalékai vannak a technológiának az energiaellátás terén, és szerintem is nagyon komoly kockázatokat rejt magába, hogy én egy kicsit keményebben szoktam fogalmazni itt a nagy tőkéseknél, tehát elköstelenül gazdag réteg a korlátlan energiához jut, korlátlan hatalomhoz is. Tehát a mai napig is, hogy is mondjam, tehát társadalmunk elsősorban szerintem az agyunk felépítésének hibájából fenntartható. Tehát olyan befolyásolás és manipuláció alatt vagyunk, hogy igazából saját döntést hozni nagyon kevés, nagyon szűk körben és nagyon szűk területen tudunk. Tehát itt az alaptörvénynek én például óriási hibáját látom, az, hogy a média az nem egy külön hatalom, hatalmi ágként jelenik meg, és a médiában gyakorlatilag, valljuk őszintén, ma már bármit be lehet nyomni, és az agyunk elsősorban érzelmi döntéseket hoz,
vagyis én legalábbis így tanultam, vagy így olvastam utána. Tehát észszerű döntéseket egy folyamatos érzelmi befolyásolás mellett nem tudunk hozni. Tehát most nézzük meg, hogy a mobiltelefon mennyire hozzánk nőtt, vagy az internet mennyire hozzánk nőtt, vagy a gépkocsi mennyire hozzánk nőtt, és mennyire nem volt erre szükség 50 éve. És működött a társadalom. Most nem azt mondom, hogy ezek rossz dolgok, félreértés ne essék, csak a 24 óra hossza alatt nem fér bele a család. Amíg kocsit vezetek, amíg megnézem az e-mailjeimet, amíg tévét nézek, amíg információt cserélek, vagy információt próbálok szerezni. Tehát az életmódunk annyira nem emberközpontú, hogy valahogy én a fenntarthatóságot inkább ebbe látnám, hogy az ember biológiai és társadalmi lény egyensúlya, ez szerintem nagyon megbomlott. Tehát valahogy ezt szerintem... Tehát az, hogy ma kikerül egy érettségizett diák úgy, hogy éhen tud csak halni, 12 év állami oktatás után, ez azért súlyos dolog. Tehát 12 év után állami iskolába még annyit sem tud, hogy mik az állampolgári jogai. Tehát nem, hogy nem tud egy minimum háztartást elvezetni, hanem még állampolgár sem tud lenni. Tehát már most itt tartunk, hogy ennyit ér a társadalmi információ átadása. Tehát valahogy itt az emberközpontú világot, társadalmat valahogy vagy újra kell építeni, vagy valamit ki kell találni, de szerintem a fenntarthatóság ennek csak egy kerete szabadna, hogy legyen. És teljes mértékben egyetértek ezzel, hogy tehát én munkavezetőként dolgozom, de egyszerűen, tehát ennyi pénzért jó érzéssel kiadni feladatot már nem tudok. Tehát mindig lelkismert furdalásom van, hogy 100 000 forint alatt ilyen árak mellett nekem dolgoztatnom kell. Tényleg így a fenntarthatóság limitációs probléma, és én nézem az órát, meg itt a fogyó embereket, ezért nagyon röviden reagálnék csak így néhány kérdésre, hogy a növekedés az nem elméleti dolog. Amikor Ádám és Éva leült a Édenkertből kikerülve, és megcsinálták a fenntarthatósági stratégiát, akkor szerintem ott abszolút egy növekedésorientált stratégia volt, mert be akarták népesíteni a földet, és szaporodni akartak, és növekedni, a termelést akartak, és a fogyasztást növelni. És abban semmi baj nem volt. És csak Anikónak reagálva, hogy Medúzék is utána különböző csapatok gondolkoztak ezen a világmodellezésen, és nagyon sokféle paraméterrel lefuttatták ezeket a globális modelleket. És például lefuttatták az abszolút olcsó, ingyenes, tiszta energia modellel is, és az is katasztrófába ment, amikor két dolog, a népesség és az ipari termelés, mint dolog növekedett. Szóval ezt a kettőt vissza kell fogni, mert hogyha az energia, mint limitációs dolog kiesik, akkor lesz egy másik limit, ami szerintem sokkal egyébként nem az energia a lényeg, sokkal lényegesebb a termőföld és az élelem kérdése. Szóval, hogyha ha nem csinálunk mi limiteket, akkor a rendszer fogja beállítani a limitet. És csak a Gábornak mondanám, meg a szekciót vezető társaimnak, hogy én azt mondtam, hogy a környezet fontos ügy, és azt nem többet kéne írni róla, hanem riasztóban, de a társadalom és a gazdaság területén kellene megoldani ezeket az ügyeket. Szóval, hogy egy ilyen stratégiában erről kéne szólnia inkább a társadalom és a gazdaság ügyeiről. Az energia szerintem nem lesz korlát, és a talaj és a víz az tényleges korlát, és már most is. És például, hogyha a trágyát nem tüzelésre használják el, hogy energiát emeljen el, hanem akkor vissza lehet forgatni biomasszaként a talajba, ahol előzőleg volt. Tehát itt lehetnek átváltások. Csak azt mondtam, hogy szerintem izgalmas megnézni, hogy melyik természeti tényező lesz tényleges korlát. Egyébként a klíma is az lesz, vagy már az, és melyik nem. És egy ilyen optimalizálást nézni. Tehát akkor magad ellen érvez, nem? Anikó, mert hogy... Hát ez a riogatás, hogy én lefordítsam a te szavaidat, ugye ez ahhoz kell az emberiségnek, úgy látszik, hogy
elinduljon afelé, hogy kitaláljon új technológiákat például. Tehát soha nem jutunk el ahhoz, hogy mondjuk atomenergia helyett a napenergia hasznosítása olyan szinten és olyan technológiával valósuljon meg, hogyha nem történik ez a riogatás, hogyha ez az érzelmi ellenállás fölkeltése a növekedéssel, vagy az ilyen típusú növekedéssel nem indul be. Hát a félelmi reflexeinket ilyen módon közösen indítjuk be, és ez készlet aztán gazdasági erőtényezőket is arra, hogy elkezdjenek gondolkodni mondjuk egy erősebb napenergia hasznosítási technológia fejlesztésen, és ne mondjuk az atomenergia vonalán menjen tovább előre, vagy máson. Többségnek. Engem csak az ütötte meg a fülemet, hogy a kváz relatív olcsó és relatív korlátlan energia szerintem meg fog valósulni 2-3 évtizeden belül, és nekem nagyon érdekes volt látni, hogy ezt egy hátráltató tényezőként érzékeltük, és ezt gondolkoztatott el. Én azzal egyetértek, hogy szerintem a tisztánlátás nagyon fontos, és ami a tisztánlátást elhomályosítja, az nem jó. És például a technológia kérdése, vagy a technológiai fejlődéshez való hozzáállás. Itt nagyon sokszor ilyen érzelmi szekértáborok alakulnak ki. Azt hiszem, hogy szokták hívni, technológia fetisiszták, mondják azt, akik azt mondják, hogy majd az új technológia megoldja, és szerintem ezek nem ilyen fekete-fehérek. És hogy például, ami az energiatermelés, mi ami felé megyünk, ez az okos hálózat, okos mérés. Szerintem én attól nagyon sokat várok, és nagyon-nagyon szerettem a koncepciót, mert az egy olyan mértékű kontrollt tud hozni a személyes energiafelhasználásban, olyan szintű felelősségvállalást tesz le, egy személyes kapcsolatot és személyesek felelősséget az energiafogyasztásban. Ami szerintem nagyon jó dolog, és a technológiai fejlődés fogja lehetővé tenni, már félúton járunk. Tehát csak azt akartam mondani, hogy szerintem nem ennyire fekete-fehérek, és az érzelmi involváció az szerintem néha a tisztánlátás rovására megy, és ez nem segít. Bocsánat, hogy én is beleszólok. Szerintem nincs igazad. Azért, mert szerintem alapvetően a teljes gazdasági rendszert, a teljes világgazdasági rendszert kell megváltoztatni ahhoz, hogy ez valahogy is igaz legyen. Addig, ameddig valamit olcsón adhatsz, addig vagy nincs értéke, vagy pedig nem fogod tudni olcsón adni. Főleg olyan dolgot, amiből nagyon sok kell. Addig, ameddig valamit valaki előállíthat valamennyiért, de viszont az eladásából X mennyiség extra profitot tud termelni, addig ezt így fogják csinálni. Ez a kapitalizmusnak az alaptörvénye. Tök mindegy, hogy mennyiért termeled, de neked valamennyire el kell adnod, hogy egyrészt, hogy megérje, másrészt, hogy azért, hogy abból profitot termelj. Tehát akármilyen olcsó lesz egy idő után az energia, mint olyan, maga az előállítása lehet, hogy olcsó lesz, de te hozzájutni sose fogsz olcsón. Egyszerűen csak abba kell belegondolni, hogy a hétköznapi termékeinket mennyire olcsón tudjuk beszerezni. Nézd meg, ipari mezőgazdaság gyártja nekünk az élelmiszereket, iszonyatos nagy volumenben, és mégis olcsó az élelmiszer? Nem olcsó. Sose lesz olcsó az élelmiszer. Egyrészt azért, mert mindig többen is többen akarják majd fogyasztani, másrészt azért, mert ez fűződik az érdekéhez azoknak, akik ezt előállítják. Meg kell nézni, benzinkuthoz elmész, mindig azt mondják, hogy miért emelkedik az ára, de azt nem, az, hogy nem csökken annyi van, mint amennyivel például a Brent hordó olajára folyamatosan, azt csak úgy maszatolva tudják megmondani, hát igen, vannak költségei a benzinkutaknak is, meg mit tudom én, micsoda. Sosem esik annyit vissza a benzin ára, mint amennyit a világpiaci ár indokolna. Mindig följebb és följebb megy, és ez már csak így is fog maradni. Egyrészt azért, egyre kevesebb van belőle, másrészt egyre inkább azok, akik még ebből az iparágból ki akarják hozni a legutolsó fillért is, azok extra profitot akarnak ebből csinálni. Meg kell nézni, a kőolaj forgalmazás soha nem volt még olyan nyereséges, mint ebben az időszakban, amikor már a végén vagyunk a kőolaj korszaknak. Az a egy ásványi anyagok, olyan nyomelemek, olyan földfémek folytnak el pillanatokon belül, tűnnek egyik pillanatra a másikra,
amik ezeknek a fejlett technológiáknak az alapja lenne, amiket utána többet már nem tudunk beszerezni sehonnan. Mesterségesen állítani csak egy napban lehet, magfúzió útján, ugyebár. Másik fele az, hogy a szemétből, a hulladékból már nem fogjuk tudni megfelelő hatékonysággal előállítani, tehát újra felhasználni. A technológiáknak az alapjait tesszük most tönkre ezzel a túlzott fogyasztással. Meg kell nézni a ledes fényforrásokat. Most a fehér ledeknek az alapja a foszfor. Annélkül nincs fehér led. A foszforból olyan kevesünk van lassan, kevés van már lassan, pont azért, mert ledből annyit gyártunk már, mint amennyit, hogy a jövő generációknak nem lesz. És akkor most lehet itt mondani azt, hogy mindig ki fogunk találni valami újabb és újabb technológiát, csak erre mondta azt Einstein, hogy ugyanazt, egy problémát megoldani ugyanazzal az eszközzel, mivel amivel létrehoztuk, teljesen lehetetlen, felesleges. Tehát a technológiákra való támaszkodás szerintem ebből a szempontból zsákutca. Tehát mindig kitalálunk egy újabb és újabb technológiát. Ez azt jelenti, hogy mindig bonyolultabb és bonyolultabbá tesszük a rendszert, ahelyett, hogy egyszerűsítenénk. Szerintem ez nem megoldás. Bocs. Más? Ja, igen. Én csak egy nagyon röviden, tehát erre szeretnék, hogy mondjam, válaszolni, vagy nem is válaszolni, csak föltenni a kérdéseimet, hogy tehát én amikor csak a saját példámat tudom elmondani, tehát én építészként kezdtem, és 20 év alatt eljutottam arra a szintre, hogy most egy energia, pontosabban egy passzív házban lakok, majd csak energia önellátó házhoz jutok. De a jelenlegi társadalomban ez az egyetlen esélyem, hogy életem végéig ne kelljen munkát vállalnom. Tehát a költségeimet csak a most megkeresett pénzem jó befektetése árán tudom úgy lecsökkenteni, hogy ne legyek rászorulva, hogy eladjam a életemet egy munkahelynek, vagy a állami nyugdíjba. Tehát, hogy a saját életemet élhessem. Tehát te lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem fenntartható, vagy nem megoldás, de per pillanat ahhoz, hogy a társadalmi szocializációban a családom többi része részt tudjon venni, és ne kelljen elvonulnom egy szektába, és embernek nevezhessem magam, és társadalomba élhessek, nem egy elvonult szektába, ehhez ez az egy technológia áll rendelkezésemre. Tehát nem tudom azt, hogy majd 30 év múlva, vagy 50 év múlva milyen technológiák lesznek, de azt mondom, hogy a 30 centi hőszigetelés az azért fejlődés, bármiből állítják elő, és elég sok mindenből lehet állítani. Én is elő tudnám otthon állítani, papírvágdosásból is, ha nem volna meg az a lehetőségem, hogy pénzt keressek, és azon a pénzen vásároljak a jelenleg rendelkezésre álló technológiát. De most ez van. Tehát elvárni az emberektől azt, hogy átugorjanak egy olyan szakadékot, aminek nem is látják a másik oldalát, ezt azért nem lehet. Tehát lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem megoldás, Pepi. Jó, de azt mondom, hogy nekünk nem is kell megoldani a jövő problémáját. A lehetőség előrelátás. Tehát amennyire elő lehet látni, addig. Most a politika persze nem lát csak a költségvetési évig előre, vagy ebbe a körbe, és mennyire láthatunk előre, maximum 20 évre, vagy még annyira se. De ha én a saját életemet nézem, azt tudom, hogy tehát ha most a statisztikai átlag 68, én 49 vagyok. Tehát statisztikai átlag szerint 19 éven van, de nem akarom munkával tölteni. Fenntartható módon, meg csak nem lesz muszáj, mert ha önellátó házam van, és megtermelem a élelmiszer jelentős részét, akkor meg nem használok gépkocsit, miért kéne 300 000 forintot keresnem havonta? Nem lesz drágább, mert ez nem igaz. Hát figyelj, most a tolás... De teljesen más az a munka, amikor a saját életemet fejlesztem, vagy a saját képességet fejlesztem, vagy egy cégnek termelek hasznot. Tehát azért ez a két munka között óriási különbséget érzek én legalábbis. A másik az, hogy drágább lesz. 20 évvel ezelőtt a tojás 12 forint volt. A kenyér pontosan a százszorosába kerül most per pillanat. A kenyér fölment, aláírom, csak a kenyér rettentő egészségtelen kaja, 49 éves ember száma.
Tehát a tojás mindössze 3-szorosára ment, a fizetésem meg 30-szorosára. Tehát most lehet azt mondani, hogy drága lett, de mihez képest? Tehát az órabéremhez képest most olcsóbb az élelmiszer, mint 20 évvel ezelőtt Magyarországon. Tehát ez nem érzem igaznak. Most az, ha valaki 72 000 forintot keres, annak baromi drága az élelmiszer. De az én esetemben ez nem igaz. Bocsánat, csak nagyon végig azon gondolkoztam, hogy vajon miben nincs igazam vajon szerinted, és végére félig meddig kialakult, hogy szerint nekem miben nincs igazam. Szerintem könnyebb, hogyha így konkrét, hogy mondjam, így konkrétumokról beszélünk, hogy mit látsz másképp. Akkor azt mondtam, hogy relatíve olcsó, akkor arra gondoltam, hogy a jelenlegi árnak körülbelül a másfélszerese, és nem 2-3-szoros, hanem csak másfélszerese, amennyiben jelenleg is egyébként ténylegesen kerül az energia. Csak ezek jelenleg externális költségek, és ha már internalizálnánk jelenleg, akkor másfélszeresére menne, és körülbelül ezen a szinten most úgy tűnik, hogy elő lehet állítani. A megfelelő mennyiségűben azt gondolom például, hogy jelenleg a villamosenergia fogyasztás Magyarországon 42 terawattóra, és amilyen jövőképek vannak, a Greenpeace-nek egy ilyen szuper strikt jövőképe, az is egy közel 60 terawattórás fogyasztással számol, tehát másfélszeres. Egyébként ez olyan áron, hogy a közlekedés a szinte teljesen elektrifikált, tehát ebben már benne van az. A hivatalos kormányzat az 80 terawattórával, és van egy ilyen teljes ilyen utópia szenárió, az pedig a jelenlegi fennmaradásával a 42-vel. És ilyen mértékben körülbelül mindegy, hogy most neked 40 vagy 60 vagy 80 terawattórát kell megtermelni, mondjuk szélturbinákkal, amiket mondjuk előfogsz, mert az körülbelül, jelenleg egyébként ez fél terawattóra alatti a teljes megújuló villanytermelésünk. Tehát, hogy egy ilyen hiperűrugrás mértékéhez képest, hogyha a felett 40-re, vagy 60-ra, vagy 80-ra kell fölvinned, a jelenlegi árszint másfélszeresén, így körülbelül erről beszélek, és amit mondtam is, én teljesen egyetértek azzal, hogy a foszfor, a ritka fémek, de a talajvíz, klíma, ezek tényleges korlátok. Nagyon sok tényleges korlát lesz, csak ne akarjunk ott is látni, ahol nincs, vagy akkor éljünk ezzel együtt, hogy esetleg ez megvalósul. Ne legyünk ebben ellen érdekeltek, ezt akartam mondani. Valakiben valami, nehogy beleszoruljon, azt még mindenképpen meghallgatnánk szívesen. De ha nincs, akkor hadd mondjak annyit zárszóként, hogy én azt gondolom, hogy önmagában az nem lehet egy erős cél, hogy legyen ilyen stratégiája az országnak, mert eddig is volt, nem tudom, néztétek-e, olvastátok-e, előrébb nem lettünk általa, és hát borítókolható, hogyha a politikai osztály úgy fog működni, hogy eddig, a kormány úgy fog működni, hogy eddig, az államigazgatás úgy fog működni, hogy eddig, akkor a következő stratégiának se lesz semmi foganatja. De én... Nekem se az a célom, hogy legyen egy jó kis papír, amiben sok-sok igazság van, meg progresszív gondolat. Nyilván nagyon jó lenne ennek szellemében később cselekedni, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy erről egy folyamatos párbeszéd történjen a társadalomban, és mindenféle szinten legyen egy vita erről, legyen egy diskurzus. Én 25 éve vagyok, nem tudom micsoda, környezetvédő. Itt ebben a házban is dolgoztam, vagy 12 évet. És én érzek elmozdulást itt is, meg itt is, ebben az időtávlatban. Más kérdés, hogy sokkal több negatív folyamatot is látok ilyen időtávlatban, de minden esetre bármikor bekövetkezhet az az állapot, hogy ez a sok apró mentális állapot, változás, ami az egyes emberekben bekövetkezik, ez összeáll valamiféle egységes rendszer, és akkor paradigmatikus változás történik be. Ezt a lehetőséget soha ne zárjuk ki, mert erre voltak már példák a történelemben. Egy biztos, hogy a legnagyobb kudarc az lenne, hogyha John nélkül elfogadná a parlament, erre van esély, ezt a papírt, amiről itt beszélünk, és utána ezt így elsülyeztenék, és vége lenne ennek a diskurzusnak. Szerintem a mi dolgunk az, hogy életben tartjuk ezt a gondolatot, és mindig minden
ugye a mi munkánk az, hogy a törvényjavaslatok kapcsán mindig elővegyük ezt a fiókból, és szembesítjük a mindenkori hatalmat azzal, hogy itt van egy elfogadó stratégia, és ennek szellemében kellene végre tevékenykedni, és ami pedig ide van írva, az nem jó. Tehát dolgoztatni ezt a stratégiát, másrészt pedig elvinni ezt mindenféle közösségekbe, mindenféle szubkultúrákba, megmutatni fiataloknak, időseknek, gazdagoknak, szegényeknek, és hagyni azt, hogy ezek a gondolatok munkáljanak az emberekben, mert ebből lesz a változás, ahogy te eljutottál odáig, hogy nem akarsz már másnak szolgálni, meg nem akarsz függőségben lenni mondjuk az energiaszolgáltatótól, vagy valamilyen munkáltatótól, előbb-utóbb lehet, hogy többen el fognak ide jutni. Lehet, hogy sokan eljutnak odáig, hogy ők kevesebbet szeretnének dolgozni, az se baj, hogy esetleg kevesebb jövedelemért, viszont megnő a szabadságfokainak a száma, és ez a fennmaradt idejét tényleg tudja a családjával, vagy a baráti közösségeivel, vagy éppen meccsnézéssel tölteni, és nem kell állandóan tekerni a mókuskereket. Tehát rengeteg ilyen igény van a társadalomban, de az lenne jó, hogyha minél többen eljutnának idáig, és nem a materiális javakat hajhásznánk, és nem azzal foglalkoznánk, mint egy generáció előbb, hogy minél több gorenje hűtőszekrényt hozzunk be a Trabant tetején, hanem megpróbáljuk úgy megszervezni a saját életünket, hogy több emberi kapcsolat legyen, több családi időtöltés legyen, stb. Ezek mind-mind szerintem a fenntarthatóság irányába mutatnak. Ezzel együtt szerintem folyamatosan nyüstölni kell a politikát, és ez azt jelenti, hogy nyüstöljetek ti is minket, ne csak mi ellenzékként a kormányt, és viszont, hogy rengeteg apró lépést kell tennünk, és ezek az lépések össze kell, hogy adódjanak, hogy mind-mind a fenntarthatóság felé mutassanak. Lehet, hogy éppen ezek a kreatív hálózatok nagyon sokat fognak nekünk segíteni, lehet, hogy az elektromos autók fognak segíteni ezen az állapoton, lehet, hogyha sok olyan kis projekt lesz, mint amit az Ormánságban hallottunk itt az egyik szekcióban, az nagyon sokat fog segíteni helyben, és ez hozzájárul a társadalmi fenntarthatósághoz is. Lehet, hogyha mindenki hallgat a humuszra és elkezd vadul komposztálni, az is hozzá fog tenni ehhez az egészhez. Nem is keveset. Szerintem sok-sok apró lépést meg kell tennünk, és nem szabad várni a politikára, nem szabad várni az igazi döntéshozókra abból a szempontból, hogy a mi életünk mindig egy kicsit jobb legyen, és a környezet számára elfogadhatóbb legyen. Ezzel köszönöm meg nektek a mai itt létet és részvételt, és a sok jó gondolatot. És én nekem egyetlen igényem van ezzel kapcsolatban, hogy folyamatosan dolgoztassuk ezt a stratégiát, akármilyen is lesz a végeredmény, és vegyük elő hónapról hónapra, évről évre, és mindig egy ilyen iteratív úton kerüljünk közelebb a valódi fenntartható társadalom felé. Így kell befejezni ezt a mondatot. Köszönöm szépen, viszontlátásra, találkozunk remélem egyéb fórumokon.